Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A Tolna-Tamási mérkőzés a most zajló megyei első osztályú bajnokságban az utolsó nagyrangadó volt a bajnoki címért folytatott négyes versengésben. A Tolna igazán remek játékkal szerzett 4 pontos előnyt a favoritnak tartott Tamásival szemben. Ha nem is kidolgozott helyzetből, de egy szép távoli lövéssel a 25. percben megszerezte a fölényben játszó hazai csapat a vezetést. Egy baloldali beívelt szöglet után a kipattanó labdát a bal hátvéd Blatt Pál egy igazítás után szépen mintaszerűen ívelte fel a bal felső sarokba. Pintér nem védhetett. Kiegyenlítettebb lett a játék a szünet után, de a fellazultabb Tamási védelemmel szemben igazi gólhelyzeteket a hazaiak tudtak kidolgozni. A megérdemelt újabb tolnai gól megint egy szöglet után kialakult helyzetből született. Most Erdélyi, a jobb hátvéd érkezett a hosszú oldalon, és szemfüles módon közelről, nem tudták őt felvenni a védők, szép mozdulattal a kapuba fejelt. 2-0 Tolnának. Ezután a mérkőzés utolsó perceiben fejben már szétesett a vendégcsapat, és benne volt a játékban bőven az újabb tolnai gól, ami a mérkőzés legvégén meg is született. Lednecki pértölelő ívelése után Királyházi, aki nem csak a tolnai csapat, hanem a mezőny legjobbja volt, faképnél hagyta a védőket, s már a gólba tartó, de a kapuson elakadt lövését közelről a csereként beállt Ranga a hálóba segítette. 3-0 a Tolna javára. Na, hatalmas rangadó volt, tehát én azt mondom, hogy tavasszal ez volt a legnehezebb meccs szerintem, de kontrolláltuk az első perctől a 90-ig. Meg volt a lehetőség a Tamásinak is, de hogyha mi nem hibáztunk valami olyasmit, akkor igazából nem lehetett más a mérkőzés. Ennek a játéknak ő volt az egyik, vagy illetve a győzelemnek az egyik olyan letéteményese, aki nélkül ma ez nem következhetett volna be. Tényleg nagyszerűen játszott. A tolnai csapat védekezésében kiemelt feladat volt az egész megyebajnokságból kiemelkedő gólkirály jelölt az afrikai csatár Jamme Haruna semlegesítése, ami eddig senkinek sem sikerült, kivéve a tolnaiakat. Kiemelném a Pesti Viktort. Most odafigyeltünk, hogy az ellenfélnek a legjobb támadója előjön gólt. A Viktor külön feladatként kapta. Nem szokásunk nekünk ilyet csinálni, de most a nehéz helyzetben ezt muszáj volt bevállaljuk. Kifogástalanul megoldotta a feladatát, meg hát a többi játékos is a mai napon teljes mértékben adta magát, mind testileg, mind szellemileg, úgyhogy le a kalappa előttük, én csak köszönni tudom nekik ezt a mai mérkőzést, ilyenkor mindig egy kis hitet kapok tőlük, ilyenkor mindig egy kis lendületet kapok tőlük. Igen, a lendület, a sebességbeli különbség döntött a leginkább a hazaiak javára. Ezt a tamásiak kitűnő középhátvédje, Iván Jondó is elismerte. Gratulálni kell a tolnai csapatot, a pályán bizonyították, hogy jobb csapat, és szerintem megedemnek a áhampontot. Nem hosszú kezdtünk a meccset. Mentünk, csak nem jött a gól, és tudtunk, hogy nyilván a csapat, amely fog első gólt rúgni, akkor biztosan nyerni fog ezt a meccset. Ahunna a csapat legjobb játékosa, sőt a média legjobb játékosa, de egyedül étemben nem tud meccset nyerni. Azért 11-en vagyunk a pályán, hogy mi is hozunk neki a támogatunkat. Hát sajnos nem tudunk most tanában az utolsó áhonforduló német támadó játékunk. És így nem tudunk nagy támogatást lenni Ahunának. A Tamási a Dombovár és a tolnai vereség után elvesztette lista vezető pozícióját, pont hátrányba került a többiekkel szemben. Ám még mindig bíznak abban, hogy a hátralevő 4 fordulóba minden meccsüket megnyerik. Persze jól tudják, sorsuk már nem csak az ő kezükben van így sem, hanem a riválisok botlására is szükség van ahhoz, hogy nagy hőnóhajtó céljuk a bajnokság megnyerése teljesüljön.
Két győzelemmel a nyolcad döntőig menetelt a budapesti asztali tenisz világbajnokságon a Madarász Dóra Pergel Szandra kettős. Végül egy kiemelt kínai párostól szenvedtek vereséget. Ebben a meccsben benne volt, hogy összefort párosunk esélyes lehet már egy éremért zajló mérkőzésen is, még akkor is, ha éppen egy ázsiai páros lesz az ellenfelük legközelebb. Madarász Dóra, a Szekszárd AC versenyzője, teljesített a legjobban valamennyi magyar játékos közül a napokban lezajlott budapesti asztali tenisz világbajnokságon. A női világranglistán a 70. magyar asztali teniszező hölgy úgy jutott el egyéniben a legjobb 32-ig, hogy két győzelme közül az egyiket egy kínai származású korábbi Európa-bajnok ellen nyerte, és ezt követően egy világranglistás top 10-es szingapúri tudta őt elbúcsúztatni, bizonyos Li Feng. Párosban Pergel Szandrával is megnyertek két meccset, és már a nyolcad döntőben voltak, amikor a második helyen kiemelt kínai kettőssel meccseltek, és a papírformára cáfolva meg tudták nehezíteni dolgukat, egy szettet el is vettek tőlük. Kitűnő mérkőzés volt, káprázatos labdamenetekkel. Szerintem azért tudtunk ennyire partiba lenni velük, mert a taktikát azt szigorúan betartottuk, és szerintem mertünk kockáztatni, ez nagyon fontos volt, és működött is. És szerintem a nagy, hosszú labdamenteket mi tudtuk megcsinálni, amelyeket nagyon örülök. Korábbi EB-bronzérmes páros másik tagja is úgy érezte, lehet keresni valójuk már legközelebb, akár a jövő évi olimpián, ha összekerülnek, vagy a következő világbajnokságon ilyen szuper kínaiak ellen, mint a mostaniak voltak. Lehetett volna, én is azt gondolom, ez szorosabb a második és a negyedik szettet, hogyha elcsípjük, ugye 9 és 10 volt, érdekesebb lett volna azért a meccs, hogyha ők is azért egy kicsit jobban izgulnak, de nem baj, most már tudjuk, hogy ott vagyunk velük partiba, és legközelebb hát a szoros, még szorosabb lesz. Szerencsefaktor is segítette őket. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas színvonalú mérkőzés volt. Ugye Kína ellen nagyon nehéz játszani, hiszen nagyon-nagyon tudnak pingpongozni, de mi abszolút partiba voltunk velük, és nagyon büszke vagyok magunkra, mert nagyon nagy meccs volt. A Madarász Pergel kettős a következő egyéni és páros VB-ig biztosan együtt marad, Dóri már most ősszel egy francia csapatban folytatja pályafutását. Így van, hál' Isten, egy nagyon jó klubot találtam kint Franciaországban, és hát igen, ugye Szekszárdon 5 év, ezzel együtt 5 évet töltöttem, de ideje tovább lépni. Külföld nem jön szóba, abszolút Magyarországon? Jövőre még biztos, igen, hogy Magyarországon fogok játszani. Néha úgy hozza a sors, vagy éppen a sorsolás a hazai kiemelt egyéni és csapatversenyeken, hogy egymás ellen is játszanak éles meccseket. Ezek mindig nagy-nagy presztízs csaták. Erre legközelebb júniusban kerülhet sor, amikor várhatóan a Szekszárd Budaörs csapatbajnoki döntőben találkozik a két csapat. Nagy valószínűséggel az egyesben és a párosban meccselnek majd, az utóbbiban mindenképpen, az utóbbi évek legsikeresebb magyar női párosának, a Perger Madarász kettősnek tagjai. Egy-egy ifi vagy éppen juniorkorú tehetség több-kevesebb rendszerességgel fennakad a rostán, a Bonyhádi kosárlabda csapat házatáján. A Péccsel vagy a Pakssal persze nehéz versenyezni, mégis van remény a legújabb felfedezetteknek, hogy itt maradjanak, és először a Bonyhád felnőtt csapatában bizonyítsanak a mostani U20-asok. A több tolnamegyei városból érkező, játékosokból álló Bonyhádi U20-as csapatból a legügyesebbek már nem csak együtt edzenek az NB1-B-s felnőtt csapattal, hanem a második vonal meccsein a felnőtt csapatban is bemutatkozhattak. Csobán Dávid után a már Pakson élő, de Bonyhádi születésű, ide kötődő Varga Edvin is megmutathatta a kosárlabda való rátermettségét. Aki úgy edz és úgy dolgozik, hogy jövőre még több lehetőséghez jusson a Bonyhádi felnőtt együttesben. A közeljövő irányító bedobója formálódik az itteni műhelyben hétről hétre. Másodikos koromban 8 évesen kezdtem kosárlabdát, és előtte judoztam, de amint elkezdtem, egyből beleszerettem ebbe a játékba. Szeretem a csapatjátékot, mert jó barátságok is ki tudnak alakulni. A triplák és más szép megoldások az öregfiúk elleni bemutató mérkőzésen is jöttek Varga Edvintől. Ma sikerült egy nagyon jó napot kifognom, és
igazából mondják, az edzők is néha meg szoktak dicsérni, hogy jó kezem van, és ez csak motivál, és még több edzés. Nagyon sokat dolgot belefektetek, energiát az edzésbe mostanában. Hétköznapokon Morgan Frigyes, az, aki Pakson is, Banyádon is egyaránt dolgozik velem, és nagyon szépen köszönöm a segítségét. A másik a Rutkai Péter, másod edző, meg Bonyhádi úszas edző, és még Hornyák István, paksi személyedző, aki nagyon sokat segít nekem. Bánja, hogy kisgyerekként nem a kosárlabdát választotta, hanem egy jó ideig cselgáncsozott, de úgy érzi, még időben talált rá a neki való sportágra, a kosárlabdára. Fizikalitás, meg a dobást is tudnám azért fejleszteni, és ezért még most nyáron sokat fog dolgozni, hogy minél közelebb álljak ez a NB1-B csoporthoz. Nem sikerült a legjobb 8-ba kerülni a paksi fiatal U14-es kosárlabdázó fiúknak, így a B-döntőben folytathatják a további küzdelmeket. De ez is nagy szó számukra, hiszen ők még korosztályukban a fiatalabbak közé tartoznak. Nagy és kiélezett küzdelem folyt a pályán Pakson az ASE sportcsarnokban. Az atomerőmű SM U14-es Atom City kosár csapata az őszi regionális fordulókból tovább jutott az országos főtáblára, ahol szintén remekeltek és a legjobb 16-ba kerültek. Hétvégén ők voltak a házigazdái a korosztály kosárlabda elődöntőjének. A négy résztvevő közül az első kettő, Debrecen és a Szolnok az országos főtáblára, azaz a 8-as döntőbe jutott, míg a Szolnok és az Atom City együttese a B-döntőbe került. Már ez is nagy eredmény a paksiak számára, hisz önálluk a fiatalabbak teszik ki a csapat nagy részét, nem úgy, mint az ellenfeleknél. A-döntőbe már lehetett jutni múlt fordulóban, illetve most ebben a fordulóban. Ha legalább második helyen lennénk, vagy lettünk volna a tornán, múltkori fordulóban ez nem sikerült, ott nem annyira jól teljesítettünk, és úgy néz ki, hogy itt se fog sikerülni, viszont ugye a serdülő U14-es korosztály, ez jelenleg 2005 és 2006. Hotban született játékosokról vannak összeszedve csapatok. Nálunk viszont 2005-ösökből csak 4 van, és 8 2006-os. Úgyhogy azért nagyon nehéz harcolni tiszta 2005-ös csapatok ellen. Én azt gondolom, hogy mivel már kiharcoltunk legalább ezt a B-döntőt, ez fiúknak már elég jó eredmény. Azok, és azért tetszett meg ez a sport, mert jártunk a anyáikkal a felnőtt mérkőzésekre, és hát tetszett, ahogy eldobják a labdát, és bemegy egy gyűrűbe. Aztán én is elkezdtem kosarazni, és itt volt ez a hétvége. A Szolnok ellen nem kezdtünk túl jól, sok eladott labdánk volt, de azt gondolom, hogy nem volt ennyivel erősebb, mint amennyivel kikaptunk. Az oroszlán csapatát már egyszer sikerült megvernünk, de most sajnos nem így sikerült, mert most is sok hibával játszottunk. A tavaly a másik korosztályon játszottunk, ott az 1 és 8 közé jutottunk be, de ez így is szerintem nagyon szép eredmény. Már kirobbanó formában vannak a fitness modellek, a Szakács Team tagjai versenyről versenyre utaznak. Horváth Hajnalka a második szezont kezdte, de úgy tűnik, hogy az újonc Kis Csillának is jól sikerült a felkészülés. A szezonnyitó megmérettetés előtt jártunk a konditeremben. Elindult a testépítő és fitness szezon. A pécsi Szakács Team tagjai idén is kitettek magukért a felkészülés során. Horváth Hajnalka 3 gyermekes édesanya, aki tavaly ősszel versenyzett először. Akkor Debrecenben, sportmodell kategóriában, korosztályában első lett, a Badi Sportkupán pedig az anyuka kategóriát nyerte meg. Az IMBA Európa-bajnokságon Tatabányán egy negyedik helyet sikerült szereznie. Hát erre a tavaszi szezonra igazából, hát így ahogy letelt, mert nekem ez a második versenyszezonom, miután azt befejeztük, utána döntöttük el, leültünk beszélni a Sanyival, hogy akkor megyünk-e tovább. És akkor igazából a december óta,
3 méter. Ezt átbeszéltük, akkor vált tudatossá, hogy én készülök. És hát ez most már ilyen 3-4 hónap, de igazából egy éve dolgozunk mi együtt. És megtettük, amit meg lehetett. Úgy érzem, maximálisan kihozta belőle Lukas anyja, amit lehetett, mind formailag, mind egységesen, és bizakodunk, mert csak a pozitív visszajelzést kapjuk mindenhonnan, és meglátjuk, hogy mi lesz. Kis Csillának egy gyermeke van, ő idén versenyez először. Ő is nagyon keményen készült, az elmúlt időszakban volt, hogy napi 2-szer is edzett. Egy hullámvölgyem volt, de igazándiból egy 2 nap alatt így túllendültem rajta, úgyhogy de maximálisan pozitívan álltam az egészhez most is. A több éve kezdtem el ezt a konditermi edzést, de erre a versenyre kimondottan egy évet készültem fel. Az utolsó időszakban hát napi, valamikor napi 2 edzés, egy kardiós és egy súlyzós edzés is, úgyhogy viszonylag sokat készültem rá. A Szakács Team motorja Szakács Sándor, akinek új kihívást jelentett a 2 édesanya felkészítése a szezonra. Azért lényegesen könnyebb volt tavalyihoz képest, mert azért tavaly voltunk 89-10. Azért volt különleges, mert itt most ők nem 20 évesek, tehát itt vannak 30-asok, 40-esek, illetve dolgozó anyukákról van szó, akik nem rendelkeznek annyi szabadidővel, mint a fiatal leányok. Meg teljesen más a test, teljesen máshogy viselkedik, mint 20 évesen, úgyhogy ezért ez egy különleges felkészülés volt most. Ők kerestek meg, mint általában nagyon sokszor ez úgy kezdődik, hogy csak egy fotózás. És nagyon-nagyon-nagyon jól fejlődtek, és akkor megbeszéltük, hogy megpróbálunk egy versenyszezont, ugye a Csillának most lesz az első, úgy gondolom, hogy teljesen színpadképesek. Én úgy gondolom, hogy felkészültek vagyok, tehát maximálisan teljesítették, hozták, amit elvártam. Nem szeretek jósolni, mert nagyon nagy a nyomás rajtuk, mert azért csapatunk most már jó pár éve első-második helyen mindig vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha mind a két részről egy dobogot sikerül szerezni, azzal elégedettek vagyunk. A hölgyek már túl vannak az első versenyükön. Horváth Hajnalka plusz 35 Masters bikini kategóriában lett második, Kis Csilla pedig magas bikini kategóriában negyedik. Lazítani nincs sok idő, hiszen még minimum 2 versenyen indulnak a hölgyek. De mint Szakács Sándor elárulta, Csilla valószínűleg más kategóriában, hiszen túl izmos lett a bikini modellhez. Márciusban kezdődött az idei gokart szezon. A Kárt Aréna gokart stadion a Mira csapattal közösen 5 futamból álló egyéni bajnokságot szervezett március 16-a és július 20-a között. Az áprilisi második futamra több mint 50-en neveztek. A tavaly is nagy sikerrel lezajlott jótékonysági közönség találkozó Mihelis Norbival augusztus 10-én lesz. Pécsről, Szegedről, Miskolcról és Paksról is érkeztek a szezon második gokart versenyére. Ákos a junior kategóriában nevezett. A múltkori harmadik lettem, a 2 fiú megvert, és... Most készültél azóta többet? Igen, szerdától péntekig itt voltam, sajnos csak ezen a 3 napon tudtam menni, mert a múlt héten rossz volt az idő. Ott a lenti visszafordító az egy kicsit nehezebb, de izgalmasabb. Itt van az a 2 fiú, akik megvertek múltkor? Igen. Akkor most gondolom rájuk fogsz koncentrálni. Igen. Mi a célod így az egész szezonban? Hát bajnoki cím. Az egyéni bajnokság mellett egyébként idén is megrendezik a 240 perces endurance versenyt a Le Mani 24 órás autóverseny mintájára. A hivatalos gokart szezon március 1-től november 1-ig tart, de természetesen az időjárás lecsökkentheti, vagy akár megnövelheti ezt az időszakot. Kárt Aréna Mira egyéni bajnokságnak a második futama az évben. Ma is elég nagy létszámmal jelentek meg a versenyzők, eddig 50 nevező van. Ahogy elnéztem, az első szabad edzések ugye lementek, teljesen korrekt eredmények születtek. Nagyon sok új jelentkező is van erre a futamra, de úgy, mint említettem már egyszer korábban, az év folyamán ugye az 5 versenysorozatból álló futamból egynek az eredményét lehet dobni. Ugye eddig egy ment le, akik azon nem jöttek, ugyanolyan eséllyel indulhatnak a mai versenyen is, vagy a következőkön. Úgyhogy szép számmal jöttek össze, akkor volt 58 indulónk, most 50-nél tartunk most, de biztos, hogy lesznek délután még a délutáni futamra többen, akik bejönnek
Annyit módosítottunk az előbbiekhez képest, hogy ugyanúgy megmaradt a junior kategória 18 éves korosztályig, van egy 80 kg alatti súlycsoport, egy 80 kg fölötti, ami egész 90 kg-ig elmegy, aztán van a 90 pluszosoknak is egy, nyilván ugye a nagyobb koroszt, nagyobb súlycsoportra is gondolván, és hát ugye az öreg idősebbeket sem kimélve van egy 32 éves kortól egy, senior, egy masters kategóriánk is. Eddig úgy néz ki, hogy a 80 kg alatti kategória a legnépesebb, illetve hát a juniorban is elég szép jelentkező számmal vannak. Zalán és testvére Szegedről érkezett, a junior kategóriában neveztek, és ők előzték meg Ákost a szezonnyitón. Második helyen végeztem, igazából csak a tesóm tudott megverni, szóval ma a legjobbakban reménykedünk, és azon leszek, hogy megverjem. Ez a pálya most szerinted milyen? Jobb vagy nehezebb, mint a múltkor? Nekem jobban tetszik, mert nehezebb. Az előző nagyon könnyű volt. Gyakoroltál a múltkori futam óta? Nem, most vagyok ezen a pályán először. Hát tegnap gyakoroltunk rá. Mint arról beszámoltunk, eldőlt, hogy idén is lesz közönség találkozóval egybekötött jótékony célú gokart verseny Pécsett. Így 2019-ben is találkozhatnak Mihelis Norbertel és csapatával az érdeklődők a Kárt Aréna Gokart stadionban. Márciusban kezdődött az idei gokart szezon. A Kárt Aréna Gokart stadion a Mira csapattal közösen 5 futamból álló egyéni bajnokságot szervezett március 16-a és július 20-a között. Az áprilisi második futamra több mint 50-en neveztek. A tavaly is nagy sikerrel lezajlott jótékonysági közönség találkozó Mihelis Norbival augusztus 10-én lesz. Pécsről, Szegedről, Miskolcról és Paksról is érkeztek a szezon második gokart versenyére. Ákos a junior kategóriában nevezett. A múltkori harmadik lettem, a két fiú megvert, és... Most készültél azóta többet? Igen, szerdától péntekig itt voltam, és sajnos csak ezen a 3 napon tudtam menni, mert a múlt héten rossz volt az idő. Ott a lenti visszafordító az egy kicsit nehezebb, de izgalmasabb. Itt van az a két fiú, akik megvertek múltkor? Igen. Akkor most gondolom rájuk fogsz koncentrálni? Igen. Mi a célod így az egész szezonban? Hát bajnoki cím. Az egyéni bajnokság mellett egyébként idén is megrendezik a 240 perces endurance versenyt a Le Mans-i 24 órás autóverseny mintájára. A hivatalos gokart szezon március 1-től november 1-ig tart, de természetesen az időjárás lecsökkentheti, vagy akár megnövelheti ezt az időszakot. Kárt Aréna Mira egyéni bajnokságnak a második futama az évben. Ma is elég nagy létszámmal jelentek meg a versenyzők, eddig 50 nevező van. Ahogy elnéztem, az első szabad edzések ugye lementek, teljesen korrekt eredmények születtek. Nagyon sok új jelentkező is van erre a futamra, de úgy, mint említettem már egyszer korábban, az év folyamán ugye az 5 versenysorozatból álló futamból egynek az eredményét lehet dobni. Ugye eddig egy ment le, akik azon nem jöttek, ugyanolyan eséllyel indulhatnak a mai versenyen is, vagy a következőkön. Úgyhogy szép számmal jöttek össze, akkor volt 58 indulónk, most 50-nél tartunk most, de biztos, hogy lesznek délután még a délutáni futamra többen, akik bejönnek. Annyit módosítottunk az előbbiekhez képest, hogy ugyanúgy megmaradt a junior kategória 18 éves korosztályig, van egy 80 kg alatti súlycsoport, egy 80 kg fölötti, ami egész 90 kg-ig elmegy, aztán van a 90 pluszosoknak is egy, nyilván ugye a nagyobb koroszt, nagyobb súlycsoportra is gondolván, és hát ugye az öreg idősebbeket sem kimélve van egy 32 éves kortól egy, senior, egy masters kategóriánk is. Eddig úgy néz ki, hogy a 80 kg alatti kategória a legnépesebb, illetve hát a juniorban is elég szép jelentkező számmal vannak. Zalán és testvére Szegedről érkezett, a junior kategóriában neveztek, és ők előzték meg Ákost a szezonnyitón. Második helyen végeztem, igazából csak a tesóm tudott megverni, szóval ma a legjobbakban reménykedünk, és azon leszek, hogy megverjem. Ez a pálya most szerinted milyen? Jobb vagy nehezebb, mint a múltkor? Nekem jobban tetszik, mert nehezebb. Az előző nagyon könnyű volt. Gyakoroltál a múltkori futam óta? Nem, most vagyok ezen a pályán először. Hát tegnap gyakoroltunk rá. Mint arról beszámoltunk, eldőlt, hogy idén is lesz közönség találkozóval egybekötött jótékony célú gokart verseny Pécsett. Így 2019-ben is találkozhatnak Mihelis Norbertel és csapatával az érdeklődők a Kárt Aréna Gokart stadionban. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!